A korábbi hagyományokkal szemben az idei augusztus 20-ai ünnepségsorozat nem a Budapesti Operettszínház operett és musical gálájával fejeződött be, hanem szinte ezzel kezdődött el. Kálmán Imre Csárdás királynő című előadásának 100 évvel ezelőtt volt az ős bemutatója, ezért a műsor elsősorban ennek a darabnak a slágereire épült, de persze más ismert dallamok is felcsendültek a Kossuth téri nagyszínpadon, a közönség nagy örömére. Vásárhelyre azért nagyon nagy jó visszajönni, mert visszavárnak minket. És úgy fogalmaznék, hogy amikor elkezdünk egy előadást vagy egy gálát valahol, akkor mindig egy kicsit meg kell győzni a közönséget arról, hogy ez jó lesz, és jöjjenek velünk is. És Hódmezővásárhelyen nem így van. Hódmezővásárhelyen fölcsendül az első hang, és a közönség már lelkesen várja, és ez nekünk annyi erőt és magabiztosságot, és tehát az a szeretet, amit kapunk Hódmezővásárhelyen, attól mi is, azt hiszem, hogy egy kicsit mi is többek tudunk lenni, és többet tudunk visszaadni a közönségnek. Az esős idő ellenére az Ergo is nagyon sokakat csalt ki a Kossuth térre, ami nem véletlen, hiszen a Szikora Róbert vezette csapat zenéjén több generáció nőtt fel. A fennállásának 33. évfordulóját ünneplő zenekar pályafutása legnagyobb slágereit, és ezzel a Csikidám életérzést hozta el Hódmezővásárhelyre. Mindig ugyanazt értjük alatta, azt, hogy jó élni, szép az élet, és azt a két órát nekünk, mint ilyen jó kedvkészítő kicsiparosként, azt nekünk meg kell valósítani, hogy át tudjuk adni azt, amit én gondolok a világról, amit a számokban megfogalmaztunk, azt át is adjuk, hogy hé, Csikidám, gyere most. Hogy a sárga csekkeket az asztalunk, konyhaasztalon, azt megpróbálj két órára elfelejteni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A könnyű zenei programokat idén is úgy állította össze az önkormányzat, hogy minden korosztály megtalálhassa az ízlésének megfelelő szórakozást. A fellépők között így többek között a Vatfruttik, a Belga, a Kistehén, a United és az Anima Sound System is helyet kapott. A fesztivált pedig a Gruppenswing zárta, ez a formáció a vásárhelyi kavalkát egyik nagy visszatérőjének számít. Ez egy nagyon jó zárása lesz a nyarunknak, mert hogy egy nagyon aktív nyarunk volt, sőt volt egy kis időszak, amikor pihenni is tudtunk, és tulajdonképpen csak olyan koncerteket vállaltunk, ami valami miatt szívhez szóló, vagy kötődünk, vagy egészen különleges, és Hódmezővásárhely nem csak különleges, hanem természetesen kötődünk is, hiszen egyrészt mindig nagyszerű koncertek sikerülnek itt, ha itt vagyunk, meg hát Almási Attilánk miatt, ugye elkötelezettek vagyunk Hódmezővásárhely felé. Kétségtelen, hogy Almási Attila volt az ötnapos fesztivál legsokoldalúbb musikusa, hiszen a Gruppenswing mellett a United és a NAV pénzügyőr zenekarát is erősítette. A vásárhelyi harsonás elmondta, szeret a különböző stílusokban kirándulást tenni, az pedig külön öröm volt számára, hogy szülővárosában játszhatott.